a videóklipről, a dalról beszélni, úgyhogy igen, kicsit hogy lehet. Hogy a Nagy Ferónak a kritikája hogy ért? Olyan szépen látod. Igen, te úgy perget le rólad, mint Scarlett Johanssonról a támadói. Igen. Hát először is ugye a dal, azért lett Bosszúállók a címe, mert igenis hajazni szerettünk volna a szuperhős imidzsre, ami nagyon-nagyon kedvelt mindenki körében. Igen. Kicsik, nagyok, felnőttek, imádják azt, hogy szuperhősökért lehet rajongani, és az én életfilozófiám, amit szintén beletettem a dalba, hiszen hogy, te írtad ezt egyébként. Igen, hozzá. A szöveget, az igazából arról szól, hogy nekünk, mi vagyunk az életünk szuperhősei, ne tőlük várjuk a megváltást, mert egyébként már a modern tudomány is bebizonyította, hogy az elménkkel tudunk hatni az anyagra. Rossz kritikát kaptál, ugye, de mégis a legnézettebb a tied volt. Igen, igen. Ez most akkor kinek higgyünk? De most tényleg? Hát igen, pontosan azt kell, hogy az emberek ne azoknak higgyenek, akiknek az arcát már jól ismerik, hanem ide belülre figyeljenek, és egyébként a kommentek és az egész szakma mellé már. Hát de úgy, nagyon szépen. Én ezt teljesen lepergettem magamról, mert nagyon megnyugodtam. Igazából az én olvasatomban hiába szerettek volna engem minősíteni, valójában magukat minősítették. Mind a négyen, ez most már így ki kell mondani. Neked hiszünk, és mi nem vagyunk bosszúállók, ahogy te se, nem állsz bosszút. Igen. Kata, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és végre találkoztunk olyan hosszú idő után, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Jövő.